Olyan sokat. És mi annyira rákészültünk húsvétre, hogy senki nem vett kenyeret. Úgyhogy mi semmi kaj nincs otthon. Holnapig most már kivégyek. Igen. Mi rossz kenyeret eszünk, amit nem ilyen lehet mindenhol kapni. És azért azt mondtuk, hogy vásárolunk egy csomót is levon fogyasztva. És nem jó, hát egy hétnél tovább nincs benne. Kész, alvás. Ott elkezdte csúcsálni a gatyamadzagodat. De hát nem tudjuk, mert azt, hogy minden nap szalad jönni, mert soha már csináljuk egyébként, de ott nem lehet menni. Vagy legalább a jó kenyérbe. Csúcsálja, hogy a mozdulós. Tényleg rossz, borban. Nem ez a kávé darálék, vagy nem tudom micsoda. Palátát szoktál belerakni. Meg az oktizá csúcsálja. Kis csúcsagépek. A kenyérre sem, hogy fél barnához. Mert az arcot teszik fel állítólag, azzal barmit. De annak még az is. Annyit rángatják az oknidat, hogy kilukad mindig, mi? Nézd, Eszter! Mi ezt a szorimásot szeretjük? A lipóti paraszkenyérből lettetek már? Nem tudom. Az is ilyen nagyon jó, sokkal lehet kapni. Hát én nekem a nagymamám sütött is olyan. De szóval majd ebben nincs. 3 kilós. Azt is megesszük egy hét alatt. Ekkora kenyér. Hát 3 kiló kenyérek hét alatt, ha már jó van. Hát abból azért nagy. Nagy, tehát ez a 3 kiló. Csavard fel a szőnyeget, mokka. Buli van. Nyomjáték ez a ranyszőnyeg, mi? Pár kutyát már kiszolgált. Nem, ez ilyen hagyományos úton készült. Van mit rákcsálni. Olyan könnyen van, hogy nem, jelenleg egy hétig nem borsálódik. Egy hétig van, és ilyen szemetet lehet, amikor az ilyen szemetet. Tehát ilyenkor például nagyon jó, hogy nem fekre.